Köszöntöm a Pannon televízió nézőit, jó estét kívánok! Október 13-a van Ede és Kálmán névnapja. 34 éve Amerikában, Chicagóban bemutatták az első kereskedelmi forgalomba szánt mobiltelefonokat. Most következzenek a fontosabb események, először csak röviden. Nagy a kereslet a lakások iránt a szabadkai ingatlanpiacon, a kínálat viszont alacsony. Megújult a topolyai Kodály Zoltán Magyar Művelődési Központ székháza. Ünnepi misét celebráltak Utasi Jenő Tótfalu plébánusának tiszteletére ma délután. Több tucat halálos áldozata van a kaliforniai erdőtüzeknek. Másodszorra is elutasították a Vamadis által javasolt tanú kihallgatását a jogi kar ellen indított perben. Nagy a kereslet a szabadkai ingatlan piacon, főleg a lakások iránt, a kínálat viszont kicsi. Családi házak esetében viszont éppen fordított a helyzet. A kertes házak árát a tulajdonos határozza meg, a lakások esetében pedig annál olcsóbb egy lakás négyzetmétere, minél több szobás, mivel ezeknél magasabb a rezsiköltség is. Természetesen egyéb szempontok is befolyásolják az árakat, fontos például a lokáció. Egyes ügynökök szerint azonban most a körülmények ellenére is érdemes ingatlant vásárolni. Szabadkán egyre több tömbház épül, ahogy mögöttem látják, most is folyik egy építkezés. Az ingatlan ügynökök szerint egyre nagyobb a kereslet a lakások iránt. Azt mondják, hogy a város központjában is nagyon keresik a lakásokat, de leginkább a Harcosok sorakozója lakótelepen, a Sugárúton, illetve a Kertvárosban szeretnének lakást vásárolni az emberek. Gombamód szaporodnak az új tömbházak Szabadkán, van is rá igény, mondják a szakemberek. Ebben az új építésű tömbházban például minden lakás elkelt már. Csupán egyetlen áll még üresen, méghozzá ez a harmadik emeleti lakás, amelyet belülről is megnéztünk egy ingatlan ügynökkel. A lakásban egy pici előszoba fogad minket, mellette egy kisebb konyhával. Ezt követi a tágas nappali, majd egy kisebb fürdőszoba és a hálószoba. A helyiségek egyelőre üresen állnak, de laminált padló és csempeborítás fogad minket. A lakások ára néhány éves stagnál, most azonban lassan növekszik, mondta Gyúró Gávrics. Az új építésűek egyébként is drágábbak, tette hozzá az ügynök. Ennek a lakásnak 750 euró négyzetmétere. 44 négyzetméteres, így ha valaki megvásárolná, több mint 30 ezer eurót kellene, hogy fizessen érte. A régebbiek 350 és 500 euró között mozognak. Cena prvenstveno zavisi od lokacije na kojoj je zgrada izgrađena, zatim od kvaliteta gradnje, stepena spratnosti, što su niži spratovi, to je kod nas još uvijek bolje, i samo kvaliteta ugrađenih elemenata u stanu. Szabadkán sok az új lakóépület, az általunk megnézett ingatlan mögött is éppen épül a következő tömbház, ahogy a város másik részén is nagyban folynak a munkálatok. Lakás és házvásárláskor nem szabad elfeledkezni az adóról sem. Kada se kupuje prvi put nekretnina od pravnog lica, znači od investitora, onda mladi ljudi koji nikada do tada nisu imali nekretninu imaju pravo na povrat PDV-a na 40 kvadrata kao nosioci kredita i na svakog člana domaćinstva po 15 kvadrata. Kada se kupuju stanovi u starogradnji ili kuće u starogradnji, odnosno od fizičkih lica, onda je država dala olakšicu da imaju poresko oslobođenje. To znači da na 40 kvadrata onaj koji je nosilac ne plaća i na svakog člana po 15 kvadrata poreza ne plaća. Nem csak az eladó lakásokra nagy a kereslet, hanem az albérletekre is. Szabadkán a garzonlakások bérleti díja 100 eurónál kezdődik, bútorozottan pedig elérheti a 150 eurót is. Az egyszobás lakásokért 130-tól 200, míg a kétszobásokért minimum 150 eurót kell fizetni havonta.
Megújult a topolyai Kodály Zoltán Magyar Művelődési Központ székháza. A helyreállítást a Magyar Nemzeti Tanács közbenjárásával a Bethlen Gábor alapkezelő ZRT-n keresztül a magyar kormány 1 millió forinttal támogatta. Emellett a munkálatokat az MNT további 300 ezer dinárral támogatta. A felújításnak köszönve jobb körülmények között működhet a központ, és próbálhat a több mint 200 tag, köztük a néptánc, a népzenei, a beszéd és a képzőművészeti, valamint a kézműves szakosztályok. A Magyar Nemzeti Tanács által a magyar kormány támogatásával 1 millió forintot tudtunk fordítani a mosdóknak a felújítására, de ezen kívül sor került a próbatermek felújítására is, évek óta nem volt meszelve, villanyhálózatot kellett javítani, a folyosón, a falat kicsempésztük, lecseréltük a régi burkolatot, úgyhogy új köntösbe öltöztettük a Kodály Zoltán Magyar Művelődési Központ székházát. A központ főtámogatója Topolya önkormányzata. A község fedezi a működési költségeket és a különböző programok megvalósítását is. Azt gondolom, az új vezetés fel, pedig egy minőséget kaptunk, ha úgy tetszik, egy lendületet is, én is azt gondolom, hogy ez jó irányban halad. Mindenképpen támogatás megtörténik. Az önkormányzat úgy próbál a közösségépítés, hogy mindazt, amit a művészek, művelődési házak, intézmények maguknak vallanak, és az önkormányzat bírja pénzélni, azt megteszi. A magyar kormány támogatásán kívül az MNT további 300 ezer dinárral támogatta a központ helyreállítását. Újabb felújításokat is terveznek. Most már látjuk valamennyien, hogy mi az, ami itt a központ székházában további felújításokra vár, mi az, ami fontossá teszi a központ eddigi nagyhírű, nagymúltú működésének a jövőbeni fejlesztését. A közeljövőben a nyílászárók és a próbaterem mennyezetének javítása, illetve új táncszőnyeg beszerzése is az elképzelések között szerepel. Ünnepi misét celebráltak Utasi Jenőnek, Tótfalu plébánosának tiszteletére ma délután. A helyi plébános már 4 évtizede szolgálja kis közösségét. Az ott élők egy különleges szertartással köszönték meg lelkivezetőjük kitartó és odaadó munkáját. Ne féljetek, olvasható a II. Szent János Pál pápától vett idézet a tótfalusi római katolikus plébánia kertjében, emlékeztetve a falubelieket arra, hogy Isten házában oltalmat találnak. A helyiek úgy érzik, Utasi Jenő atya is ezen mondat szerint él és tevékenykedik a hétköznapokban. Ő eredményei elvitathatatlanok, ez egy kis közösségből egy igazi összekovácsolt közösséget hozott létre, amely nem csak hogy maga életét, hanem a kifelé sugárzását is biztosítsa a falunak. A plébános már 4 évtizede szolgálja közösségét. Az év augusztusáig az oromiak lelki vezetője is ő volt. Mindkét falu családtagként tekint rá. Ünnepi szentmisével köszönték meg munkáját. Becsülendő és példaértékű az az áldozatkészség és hit, amivel Utasi Jenő végzi hivatását, véli Schmidtné Makrai Katalin. Magyarország egykori államfőjének, Schmidt Pálnak felesége azért néz fel a lelki pásztorra, mert az elmúlt csaknem fél évszázadban minden nehézség ellenére kitartott hívei mellett. Én úgy érzem, hogy Utasi atya egy olyan ember, akit megismerni és barátságban lenni vele a Jóistennek az adományának tekinthető. A 4 évtized az nagyon hosszú idő, különösen egy helyen, de amit ő létrehozott ebben a faluban, az csodálatos. Aki nem tudja, jöjjön el és nézze meg. Amikor az ember idejön, emelkedik a lelke szíve, mert tudja, hogy olyan helyre jön, ahol csupa jó dolog történik. Persze sok minden nehézség között, hiszen minden napokban élünk, és emberek között vagyunk, és mindig vannak rossz és nagyon jó dolgok.
Utasi Jenő 1977-ben lett Tótfalu plébánosa. Azóta rendületlenül szolgálja az itt élőket és az áthaladó vagy látogatóba érkező zarándokokat is. Fiatalon labdarúgónak készült, de végül Isten szolgálatára esküdött fel. Az ünnepély előtt 2 héttel még nem is tudta, hogy meglepetéssel készülnek számára a falubeliek. Nem az én világom az, hogy ilyen rivalda fényben legyek, és ez nagy teher is számomra őszintén, mert mindig próbáltam alázatosan szolgálni a közösséget. Másrészt viszont jó első érzés valóban őszintén, hogy a közösség úgy összefogott, hogy ezt közösen megünnepeljük, és talán a lelkipásztori munkásságon, a szolgálatomnak eddig nagy eredménye az, hogy közösségben gondolkodunk. A környező településekről is érkeztek emberek, hogy lerújják tiszteletüket Utasi Jenő atya előtt. Mindenki azt reméli, hogy lelkipásztoruk még sokáig mellettük lesz, erőben és egészségben, Isten segedelmével. A Rábé Kübekháza határát kelőhely kiépítéséről tárgyalt ma Török Kanizsán az illetékes államtitkár a községi képviselőkkel. A befektetés IPA pályázaton keresztül valósulhat meg, és a magyar kormány is támogatja. Évtizedekkel ezelőtt már volt a térségben határátkelőhely. Annó a rábéi lakosok óbibre jártak templomba. Néhány éven belül megnyílik a Kübekháza és Rábé közötti határátkelő, tehát nem leszünk tovább már, ezek a települések nem lesznek a világ végén. Ezen túlmenően nagyon fontos az, hogy összekötjük az embereket, összekötjük az országokat. Az új határátkelőhely kiépítését a magyar kormány is támogatja. Gyorsított eljárásban ellenőrzik majd az utasokat, ugyanis egy épületben lesznek a magyar és a szerb határrendészek. Az a cél gyakorlatilag, hogy kikinda összeköttetést kapjon ezen a határátkelőn keresztül a magyar autópálya, és ezzel együtt az európai autópálya hálózattal, és én azt hiszem, hogy ez nagyon sokat jelent majd a környező helységeknek is. A munkálatok körülbelül egy év múlva kezdődhetnek el. Előbb az Egyházaskértől Oroszlámosig vezető utat, majd pedig a megfelelő objektumokat építhetik ki. 150 vajdasági gazda írt alá támogatási szerződést a tartományi mezőgazdasági titkársággal. A titkárság ebben a körben 42 millió dinárral járul hozzá a kisgazdaságok fejlesztéséhez, a termelés hatékonyságának növeléséhez. Első ízben a szövetkezetek is pályázhattak. Öntöző rendszerek kiépítésére, a jégvédelmi háló beszerzésére, valamint a mini feldolgozó üzemek felszerelésére lehetett pályázni. A Szanádi Szabó Rékáék a tőktermelésre és feldolgozására alapozzák gazdaságukat. 20 hektáron termelnek, és minden támogatás fontos számukra. Mint fiatal vállalkozó örülök, hogy én is így részt vehettem a pályázaton. Édesapám a tökszárítás, most ezzel szeretne foglalkozni, és a tökmosással, és akkor nekem is sikerült nyernem egy tökmosó rendezést. Egyre gyakoribbak a szélsőséges időjárási viszonyok, amelyek megtizedelhetik a szabad ég alatt termesztett növényeket. A jégvédelmi háló jó választást jelent a gyümölcsészek számára, de a fagykárok ellen is védekezni kell. A titkárság első ízben erre is adott eszközöket. Főleg a gyümölcsösök, szőlőskert tulajdonosai tudtak erre ezeket a lehetőségeket igénybe venni, de meg kell azt is említeni, hogy nem csak ezekre az eszközökre, hanem oszlopokra, kerítésekre is tudtak pályázni. Ugye ez fontos a magának a szőlőskertnek, vagy a gyümölcsösnek a telepítéséhez. A titkárság őszi kiírásában a földműves szövetkezetek is benyújthatták igénylésüket. Ez azért fontos, mert így arra ösztönözhetik a fiatal gazdálkodókat, hogy fogjanak össze. Közösen ugyanis hatékonyabban gazdálkodhatnak, illetve versenyképesebbek lehetnek a piacon, mondták az illetékesek.
Szerbia mindent megtesz annak érdekében, hogy megőrizze a régió stabilitását, jelentette ki Alekszandar Vučić. A szerb államfő a belgrádi biztonsági fórumon elmondta, a fejlődés előfeltétele a béke, viszont az nem megoldás, ha az instabil, gazdaságilag és technikailag fejletlen Balkánt sztereotípiákkal terhelik. Az elnök azt is elmondta, hogy természeténél fogva ezzel kapcsolatban nem optimista. Mint fogalmazott, nem tagadja, hogy ő is része a problémának, mert időnként nem úgy reagál, ahogy kellene. De vannak olyan gondok is, amik az Európai Unióból vagy a világ más tájáról érik el Szerbiát. A török államfő látogatásáról úgy nyilatkozott, hogy rendkívül jelentős. Egyrészt, mert ennek köszönhetően csökken a feszültség a régióban, másrészt gazdasági hatásai is vannak. A mostani biztonsági fórumon 35 ország képviseltette magát. Vučić szerint a célok között szerepel politikai, gazdasági problémák megoldása, valamint egy regionális gazdasági zóna létrehozása. Verujem da jednog dana za 5 ili 10 godina može da prerasti u nešto više, a to je carinska i sveukupna ekonomska unija balkanskih zemalja u kojima ćemo da imamo iste subvencije, iste poreske stope, ali sad je besmisleno o tome govoriti, moguće je to možda za, kažem, 10 godina. Bilo bi bolje što ranije, zato što bi naši rezultati bili bolji. Imali bismo investitora mnogo više. Srbija ih danas ima više nego svi ostali zajedno. Kad govorimo o regionu našem, ali za nas nije dovoljno. Jelentős számú a montenegrói nemzeti közösség a Vajdaságban, önálló nemzeti tanácsuk van, és minden olyan jog illeti őket is, mint más nemzeti kisebbséget. Ma a Vajdasági Képviselőház elnöke fogadta a montenegrói parlament elnökét, akivel a fennálló kapcsolatok további elmélyítéséről is tárgyaltak. Két napos szerbiai tartózkodása alatt a Vajdaságba látogatott Ivan Brajović, a montenegrói parlament elnöke. Pásztor Istvánnal, a tartományi képviselőház elnökével folytatott megbeszélést az eddigi együttműködésről, valamint a további közös tervekről. Znate da smo 5. juna članice NATO-a, 29. članice NATO-a. Da budem malo ponosan, pa izvinjavam se što uzurpiram, ali prvi put se desilo posle Španije da je jedna zemlja sama primljena u NATO i prvi put da je jedna zemlja primljena između dva samita u NATO. A govorimo o Evropskoj uniji, gdje tu bar nema razlike u pristupanju tom savezu kad je u pitanju Srbije i Crna Gora. I tu smo spremni da dijelimo iskustva, da dijelimo savjete, da dijelimo ekspertska znanja, da vi ne pravite greške koje smo možda mi pravili i da idemo što brže ka tom cilju. Pásztor István tartományi házelnök kifejtette, a két ország, valamint a tartomány és Montenegro között még a régi Jugoszlávia alatt erős volt a kapcsolat, és most nem új kapcsolatokat kell építeni, hanem a meglévőket elmélyíteni. Želimo da gradimo jedan institucionalni i dugoročni odnos između dva parlamente, bez obzira na to što smo mi ovde u Skupštini autonomne pokrajine Vojvodine jedan regionalni parlament, a njegova ekscelencija predstavlja jedan državni parlament, ali budući da su teme iste, odnosno slične sa kojima se rvaju poslanici u jednom i u drugom parlamentu, izazovi sa kojima se moramo boriti veoma, veoma slični, onda mislimo da je potpuno normalno da bez obzira na razliku u tim nivoima parlamenta, parlamentarna saradnja se uspostavi i da ona funkcioniše na nivou odborničkih, odnosno na nivou skupštinskih odbora po različitim temama u kojima budemo nalazili dodirne tačke. A megbeszélésen szót ejtettek még arról is, hogy a Vajdaságban levő montenegrói közösség a jogszabályok értelmében mindennemű támogatást megkap, amely nemzeti identitásuk megőrzéséhez szükséges. Felújítják a Topolyai Nikola Tesla általános iskola sportpályáját és udvarát. A munkálatokat a Tartományi Sport és Ifjúsági Titkárság, valamint a Topolyai Önkormányzat pénzeli. Javában zajlanak a munkálatok a Topolyai Nikola Tesla általános iskola sportpályáján, jelenleg az új aszfalt réteget húzzák fel. A munkálatokat, valamint az iskola egész épületét megtekintette Vladimir Batez, tartományi sport és ifjúsági titkár és a Topolyai Önkormányzat vezetői.
Ovaj teren koji se upravo završava bit će prilika da naša deca se bave sportom i u prepodnevni i poslepodnevnim časovima, da na neki način neguju taj zdrav sportski duh. A topolyai önkormányzat 1 millió dinárral járult hozzá a projekt megvalósításához. Az önkormányzat hozzájárulásával, az iskola terveztetésével és a hiányzó eszközök, amiket a tartomány nem tud biztosítani, mi ezt úgy gondolom, hogy a költségvetés módosításában összeraktuk. A tartományi sport és ifjúsági titkárság 1,5 millió dinár értékben támogatja a pálya felújítását. Ne bi bilo izvodljivo bez podrške lokalne samouprave, tako da je to za nas isto jako važno, jer mi nemamo mogućnosti da sami, s obzirom da na teritoriji autonomne pokrajine Vojvodine imamo preko 500 osnovnih i srednjih škola, da oko 100 škola nemaju fiskulturne dvorane i da mi još uvijek imamo jedan aktivan konkurs koji je otvoren do 31.10. gdje je ciljna grupa opet, da kažem, sportska infrastruktúra i otvoreni tereni. A topolyai Nikola Tesla általános iskola épülete nemrégiben új szigetelést, külső burkolatot kapott. A napokban a tető szerkezetének a javítása kezdődik. A munkálatok értéke 30 millió dinár, melyet köztársasági eszközökből fedeztek, valamint a topolyai önkormányzat és a helyi közösség is hozzájárult a felújításokhoz. 30-nál is több halálos áldozata van már a Kaliforniában pusztító erdőtűznek. A nyugati parti államban több ezer tűzoltó próbálta megfékezni a lángokat. Több tízezer embert lakoltattak ki. A tűz 70 ezer hektáron tombolt. Donald Trump, amerikai elnök természeti katasztrófa sújtott a területnek, nyilvánította Kaliforniát. Por és hamu borítja Kalifornia északi részét. Az Amerikai Egyesült Államokban álmok és remények váltak a tűzmartalékává. A helyi tévéstábok katasztrófa filmbe illő képeket rögzítettek a pokollá változott lángoló területeken. Vasárnap óta több tucat ember vesztette életét, számos helyen ég az erdő, az állam 8 körzetében. Csaknem 100 000 hektáron pusztítottak eddig a lángok, mintegy 4 000 ház, üzlethelység és egyéb épület ment tönkre. Több mint 25 000 embert evakuáltak. Az oltásban 8 000 tűzoltó vesz részt, akinek a munkáját 70 helikopter, 30 repülőgép és több száz más jármű segíti. A lángok San Franciscót, Los Angeles-t és Bakersfieldet is fenyegetik. The federal government will stand with the people of California, and we will be there for you in this time of terrible tragedy and need. And I just want to pay my warmest respects. They're going through a lot. Még közel sincs vége, közölték a különleges mentőegységek illetékesei. Kalifornia történelmi borvidékeit is ellepték a lángok. A Sonoma megyei sheriff arról számolt be, hogy több száz ember eltűnt, de remélhetőleg életben vannak. A pusztítás óriási, bizonyos területekhez még hozzá sem tudnak férni, hogy felmérjék a helyzetet, fogalmazott a rendfenntartó. A napai tűzoltóság szerint az erős szél csak táplálja a tüzet. Kalifornia déli vidékein viszont fokozatosan normalizálódni látszik a helyzet, hiszen az alacsonyabb hőmérséklet segíti a lángok elleni küzdelmet. Nézzük, mi lesz a híradó folytatásában. Mészfesztivál tartottak Nagybecskereken. Kárpát-medencét átfogó futást tartanak a reformáció jegyében, Szabadkán is felhúzták a nyúlcipőt. Indulatokkal teli felszólalások, bekiabálások és kényszerszünetek jellemezték a Zentai Községi Képviselőtestület mai ülését. A község korrupció ellenes akciótervének elfogadása kapcsán alakult ki a leghevesebb vita. Parázsvita alakult ki a Zentai Községi Képviselőtestület ülésén a község korrupció ellenes akciótervének elfogadása kapcsán, amire azért volt szükség, mert Szerbia uniós csatlakozási folyamata során a 23. fejezet megnyitásakor a kormány elfogadta, hogy az országnak az önkormányzatok szintjén is erősítenie kell a korrupció ellenes intézkedéseket. Maximálisan amellett vagyunk, hogy az önkormányzati munka, mint ahogy a politika minden részén, ahol jelen vagyunk, legyen átlátható, következetes, követhető, és ami a legfontosabb,
legfontosabb, hogy még a gyanúját is elkerüljük annak, hogy bárki is a közösségi érdek ellenébe önös érdekeket képvisel, vagy csoport érdekeket próbálna érvényre juttatni. Az ellenzéki képviselők számos tartalmi és formai kifogást emeltek a dokumentumban foglaltakkal kapcsolatban. Az volt a gond ezzel a korrupcióellenes akciótervel, hogy logikai és nyelvészeti szempontból a szöveg majdnem teljes mértékben értelmetlen volt. Abban azonban valamennyien egyetértettek, hogy a korrupció elleni küzdelem mindenki közös ügyének kell lennie. Nem elég elfogadni dokumentumot, annak a tartalmát be is kellene tartani. Ebben az országban már néhány évtized az a probléma, hogy meghozzuk a jó törvényeket, leszabályozunk mindent kitűnően, és utána kitűnően nem tartjuk be. A testület végül 22 igen és 3 nem szavazattal fogadta el az akciótervet. Az ülésen felmentették tisztségéből Boskó Petrovicsot, az Elgáz közvállalat eddigi igazgatóját, és helyére 4 éves megbízatási időszakra Novák Lászlót nevezték ki, aki legfontosabb céljának a távfűtés szolgáltatás működését hosszú távon biztosítani hivatott új kazánház kiépítését tartja. Ezáltal megjavulna a hővezetéknek a kapacitása, kihasználása, és ezt is szeretnénk felújítani, ugyanúgy a közvilágítást javítani, a gázhasználóknak a felügyeletét és a gázberendezéseknek a jobb használatát az elkövetkezőben. Az ülésen Bodó Józsefet újabb 4 éves megbízatási időszakra kinevezték a kommunális lakásügyi közvállalat igazgatójává, valamint jóváhagyták az Elgáz közvállalat idei üzletviteli programjának módosítását is. Az Újvidéki Felsőbíróság másodszorra is elutasította a Vajdasági Magyar Diák Szövetség által javasolt tanú kihallgatását a jogi kar ellen indított perben. Az ügy újratárgyalását ma tartották Újvidéken. Az újabb elsőfokú ítéletet várhatóan 1 hét múlva hozzák meg. A tárgyalás mindössze néhány percig tartott. Ez idő alatt a bíróság elvetette a Vamadis indítványát, hogy hallgassák ki az általuk javasolt tanút, majd pedig kitűzte a döntéshozatal dátumát október 20-ára. A Diák Szövetség által javasolt tanú kihallgatását a bíróság ugyanazokkal az érvekkel utasította el, mint korábban is, miszerint a Vamadis már csak a határidők lejárta után jelezte a tanú létezését. A tárgyalás ugyan nyilvános volt, és az újságírók, illetve civilek is részt vehettek rajta, de ennek ellenére senkinek sem volt lehetősége felvételeket is készíteni. Az Újvidéki Jogtudományi Kar jogi képviselője szerint ezek után nem maradt más hátra, mint kivárni a bíróság újabb elsőfokú ítéletét. Dokazni predlog o kojem je već odlučivano u ranijem postupku i za koji je apelacioni sud naveo u drugostepenoj odluci da je od strane prvostepenog suda odbijen bez provere postupka, ponovo je odbijen, tako da na današnjem ročištu u suštini nije bilo novih dokaza, nije bilo novih činjenica. Sud je raspravu zaključio, zakazao objavljivanje presude i sačekat ćemo 20. oktobar da vidimo kakva će biti odluka suda. A Vamadis jogi képviselőjének elmondása szerint új tanukat már nem lehet beidézni. A helyzet azonban, mint mondja, nagyon specifikus, mivel az állítólag hátrányos megkülönböztetésben részesült fiatalok nem feltétlenül vannak olyan helyzetben, hogy könnyen vállalni tudják a perben való részvételt, illetve annak esetleges következményeit. Studenti koji su uprkos tome upisali taj fakultet, verovatno zbog straha ili nekih drugih razloga ne žele da daju svoja imena i prezimena i tužiocu, uopšte nije poznato kako se poimenično zovu eventualni svedoci, kako bi ih mogli predložiti. Svi ti argumenti su iznošeni do sada u toku postupka, međutim sud ih nije prihvatio. A javasolt tanú vallomása vitathatatlan és megkerülhetetlen bizonyíték lenne arra, hogy diszkrimináció történt, mondta a tárgyalást követően Sóti Attila, a Diák Szövetség elnöke. Véleménye szerint a bíróság és a jogtudományi kar illetékesei mindent megtesznek annak érdekében, hogy a tanú kihallgatására ne kerüljön sor. A másodfokú ítélet az kitér a tanú kihallgatására, és csak részben ad helyet az elsőfokú döntésnek, hiszen hibaként rója azt fel, hogy nem lett kihallgatva, de ugyanakkor elfogadja azt a részt, hogy valóban nem tudtuk időben a tanunkat javasolni, hiszen ott lehető későn jelentkezett és a határidők lejártak. De ez hihetetlen, hogy ez még mindig ennyire sokáig kihat. Tehát láthatjuk azt, hogy
Én személy szerint, mint a Vamadis elnök, az igazságba továbbra is hiszek, de én azt hiszem, hogy ez a Perez rámutat és rámutatott arra, hogy ebben az országban még mindig nagyon komoly problémák vannak, és hogy hát jogbiztonságról arról nem igazán tudunk beszélni, 2017-ben sem. A Diákszövetség elfogadhatatlannak és megalapozatlannak tartja az újratárgyalás kimenetelét. Újabb lépésekről azonban még nem született konkrét döntés, mondta Ersóti Attila. A Vamadis még 2015-ben indított eljárást az Újvidéki Jogtudományi Kar ellen, mivel az intézmény nem volt hajlandó magyar nyelven is lehetővé tenni a felvételi vizsgákat, annak ellenére sem, hogy a tartomány rendelete értelmében ezt meg kellett volna tennie. Ma a 7. osztályosoké volt a főszerep a Szarvas Gábor nyelvművelő napok keretében. A diákok egy nyelvművelő kvízzel mérték össze tudásukat. A délelőtt folyamán egy tesztet írtak a tanulók. A 15 legsikeresebb diák juthatott be a nyelvművelő verseny döntőjébe, ahol villámkérdésekre kellett válaszolniuk. A közmondásoknak megadta a jelentését, és nekünk el kellett mondani, meg a vicces jelentését is megadta, és azt is, meg hogy adott ilyen össze-vissza szavakat, és abból ki kellett találni egy ilyen sportnak a nevét, meg volt olyan, hogy mondott egy szavat, és annak meg kellett mondani a párját, például lótifuti. A versenyzők szerint fontos, hogy ilyen és ehhez hasonló megmérettetéseken részt vegyenek. Ha ilyen versenyeken vesznek részt, bővíthetik a szókincsüket, és szebben ki tudják fejezni magukat. Te vettél-e már részt hasonló versenyen? Hát helyesírási versenyen voltam, szerintem az ugyanennyire fontos, de ilyen típusúból ez az első. A mai diákokra nagy hatással van a média, a trágár beszéd és szleng, mondják a tanárok. Szerintük a magyar nyelvet oktató pedagógusok számára nagy feladat az, hogy megtanítsák a diákoknak és megszerettessék velük az egyébként nem annyira közkedvelt anyanyelvet. Ma már, ahogy azt az előbb belefűztem, beszélnek, hogy angolul kell tudni, meg németül, meg különböző idegen nyelveket, mert akkor tudnak megmaradni. Igen, kell tudni, én is azon vagyok, hogy több nyelvet ismer több ember, de igazán az anyanyelvét kell, hogy ismerje. Na most hát ez kevésbé jellemző a gyerekekre. A versenyen az általános iskolás kategória nyelvművelői pályázatának eredményeit is kihirdették. Mézfesztivált tartottak Nagybecskereken. A nagybecskereki Milivoj Bugárszki és a múzsiai Akácméhész Egyesületek szervezésében minden október második hétvégéjén tartják a rendezvényt, amelynek célja a mézfogyasztás népszerűsítése. Szerbiában még mindig nagyon alacsony szinten van a mézfogyasztás, holott sokféle terméket kínálnak a méhészek. A mézet is sokféleképpen lehet felhasználni, egészségmegőrző jótékony hatását mindenki ismeri. Két gyermekünk van, és kicsi koruk óta, tehát praktizáljuk, hogy a mézfogyasztása nagyon egészséges. Legjobban a Bálintéknak az immunrendszerre készített mézet nagyon használjuk a kisgyerek számára, és tehát segít is neki. Nem így főleg a teákba, tehát kalácsokba, amiben csak lehet, azt mindenbe használjuk a mézet. A férjem nem használhassa a mézet, cukorbeteg. Én használom, a lányom használja, a vejem használja, az unokám is használja. Leginkább köhögésre nagyon sokat segít. Úgyhogy kalácsokba is használjuk, téjába használjuk. Sok-sok mindenbe felhasználjuk a mézet. A rendezvényre egész Szerbiából érkeztek méhészek, rajtuk kívül pedig bemutatkoztak a méhészeti kellékeket gyártó és forgalmazó cégek is. A kínálaton nem látszott, hogy a méhészeknek valójában nehéz évük volt. Már 3 évvel visszamenőleg minél rosszabb és rosszabbak az elért eredmények az idő viszontagságától függően. Láttuk, hogy hát ez is milyen száraz és forró nyár volt, ezért kihatással volt a növényeknek a fejlődésére. A múzsiai Bálint család minden tagja méhészkedik és bejegyzett céget működtetnek. Most beszereztünk a Prosperitáti Alapítványon keresztül egy ilyen biasz feldolgozó gépsort, úgyhogy most a saját gazdaságunknak is tudjuk feldolgozni a viaszkot, úgyhogy bizonyára természetes viaszlapokkal tudjuk ellátni majd a saját méhészetünket. Ez nagyon fontos.
A mézfesztivál megnyitóján hagyományosan a muzsiai hófehérke óvoda kicsinyei léptek fel. Kárpát-medencét átfogó futást tartanak a reformáció jegyében. Minden bejárt helyszínen kiszögezik Luther Márton 95 tételét a templomok kapuira. A mozgalomhoz a szabadkai ágostai hitvallású evangélikus keresztény egyház is csatlakozott. Huzsvai Réka bár nem számolta, úgy gondolja, hogy a futás során teljesítették a kötelező 500 lépést. Nekem nagyon tetszett a futás, és hát nem fáradtam ki, és úgy gondolom, hogy ez a futás, ez nem volt olyan hosszú táv, amennyit én is szoktam futni. A futók a Kékszökőkúttal indultak, és az evangélikus egyháztemplom volt a cél. Nekem nagyon tetszett, és ahogy hallottam, akkor el szeretem jönni. Holló Dávid nagyon jól ismeri Luther Márton történetét, és lelkesen fogadta a Magyarországról érkezett vendégeket. Annyit tudok mondani, hogy egész jó volt, és szerintem az elég kedves ezektől az emberektől, hogy egész Magyarországról ide eljöttek hozzánk, és egy egész előadást tartottak, kitették nekünk Luther Márton 95 tételét, és le a kalappal, hogy egész idáig el tudtak jönni. Szabadkán nagy érdeklődés volt a reformáció 500. évfordulója alkalmából megtartott maraton iránt. Külön büszkék vagyunk arra, hogy a Vajdaságban mi adtuk az egyetlen helyszínt, ahová eljutott ez a 95 tétel, ez a futás. Kicsit nehéz volt megszerveznünk az úton való átkelést, de sikerült egy lelkes csapatot összeszednünk ahhoz, hogy mi is jelen tudjunk lenni, részt tudjunk venni ebben a programban. A reformmaraton október 1-én indult Ikafalváról, és egészen október 21-ig tart. Az út során a résztvevők bejárják a Kárpát-medencét. Számunkra a határok nem léteznek, éppen ezért olyan rendezvénybe gondolkoztunk, amelyik az egész Kárpát-medencét érinti, magába foglalja, és arra gondoltunk, hogy a magyarra fordított Lutheri 95 tételt elvisszük minél több közösséghez, és ezzel együtt egy biztató, a folyamatos reformációra buzdító üzenetet is. A maraton során az akció kezdeményezői 8000 kilométert fognak megtenni, 180 települést járnak be, és 500 órán keresztül futnak. Igazi mészárlást rendezett a Spartacus női labdarúgó csapata a Superliga 7. fordulójában. A szabadkai lányok 14 gólt lőttek a krusevácsi Napredáknak, és ezzel továbbra is veretlenül őrzik vezetőhelyüket a tabellán. Az újabb 3 pont megszerzésének reményében lépett pályára péntek délután a szabadkai Spartacus a krusevácsi Napredák ellen. A vezető gólra nem is kellett sokáig várni, ugyanis a 7-es számmal játszó Nascimento egy lecsorgó labdából már az 5. percben megszerezte a vezetést. Ezt követően ritkán tapasztalható gólesőt láthatott a szabadkai közönség, ugyanis 20 perc után már 4-0-át mutatott az eredményjelző. Itt azonban korán sem volt vége a pirosmezes krusevácsiak szenvedésének, ugyanis a Spartacus félidőig további 4 gólt pakolt a kapujukba. A játék képe a fordulást követően sem változott, sorra jöttek a szabadkai helyzetek, ezekből pedig a találatok. A gólgyártás végül 14-0-ás állásnál fejeződött be. Mogli smo manje golova da primimo, nismo dobro odigrali u meču, zakazala nam je danas ekipa, pogotovo zato što smo imali danas 5 igračice koji su maltene prvi put izašle na terenu u Superligi. A győztes csapatban a magyar kanizsai Vajda Orsolya is pályára lépett, aki szerint még ettől is több gólt rúghattak volna ellenfelüknek. Ritkán jutunk odáig, hogy ennyi gólt tudjunk szerezni, ha bár lehetett volna sokkal több is az eredmény. Igazából nagyon sajnálom, hogy a Napredák csapata így legyengült, hiszen az előző években ők voltak a legnagyobb ellenfelünk. A szabadkaiak mestere elégedett volt a mutatott játékkal. Mislim da su devojke pogotovo prvo poluvreme dobro odigrale, posle su malo što kažu dali šansu nekim drugim devojkama, održali neki ritam do kraja utakmice i slavili danas vrlo ubedljivim rezultatom. 7 fordulót követően a szabadkai Spartacus 44 rúgott, és egyetlen kapott gól nélküli mutatóval 21 pontot gyűjtve magabiztosan vezeti a bajnokságot. A krusevácsi Napredák pedig 3 ponttal továbbra is az alsóházban tanyázik. A híradó végéhez értünk, a legfontosabb hírek jönnek még egyszer röviden.
Nagy a kereslet a lakások iránt a szabadkai ingatlanpiacon, a kínálat viszont alacsony. Megújult a topolyai Kodály Zoltán Magyar Művelődési Központ székháza. Ünnepi misét celebráltak Utasi Jenő Tótfalu plébánusának tiszteletére ma délután. Több tucat halálos áldozata van a kaliforniai erdőtüzeknek. Másodszorra is elutasították a Vamadisz által javasolt tanú kihallgatását a jogi kar ellen indított perben. Köszönjük figyelmüket, a pannonrtv.com-ra kattintva még több friss hírt és információt olvashatnak, valamint riportjainkat is visszanézhetik. Most következik a Négy évszak a Magyar pusztán című ismeretterjesztő film. A Pannonrádióban a poplistát hallhatják a legfrissebb slágerekkel, majd pedig Csendháborítás éjfélig DJ Noise-zal. A Szabadkai Magyar Rádió holnap délelőtti műsorában én várom Önöket. Az egyéb tartalmak mellett bemutatunk egy adai papucskészítőmestert. Ha tehetik, tartsanak velünk a továbbiakban is. Szép estét kívánok, viszontlátásra!